aratás, a végéhez közeledik a búza betakarítása, több kalászosnál gyengébb lesz a termés megyénkben, mint várták. Lendületben a turizmus, az egyre növekvő vendégéjszakák számát tovább gyarapíthatja Nyíregyházán a több mint 1 milliárd forintos zöldváros projekt. Hazakísérő telefon, az ingyenes zöld szám hétfőtől szombatig este 10-től hajnal 4-ig, vasárnap pedig este 10-től hajnal 1 óráig hívható. Leginkább a repcesény lette meg az elmúlt hónapok időjárását, de több kalászosnál is a vártnál gyengébb lesz a termés megyénkben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A búza szinte egészét már betakarították, ennek a minőségével nem volt gond, így jó kenyér készülhet belőle. A rozs és zabtermés pedig a tavalyihoz hasonlóan alakult. Nem kell meglepődnünk, ha kombájnokkal és más mezőgazdasági gépekkel találkozunk a földeken. Javában tart az aratás, a búza betakarítása ugyanakkor a végére ért. A termés átlag már nem fog változni, megyénkben 4,8 tonna lesz hektáronként, ami majdnem megegyezik a tavalyi adattal. Igaz, az Agrárkamara Szabolcsi elnökének elmondása szerint ettől jobban becsültek előzetesen. A repcénél jelenkezik ilyen nagyon mértékű visszaesés, itt 2,5 tonnára esett vissza 3,3-ről, a többi rozs, zab, ezek körülbelül olyanok voltak, mint a 2018-as termések, úgyhogy én azt gondolom, hogy a közepestű valamivel gyengébb kalászos takarítottunk be, mondhatnánk, takarítottunk már be, mert több mint 90% fölött vagyunk a tarlóhántásokkal, ahonnan a szalma le lett takarítva, azok nagyjából a tarlóhántások is megtörténtek. A munkákat nem segítette a gyakran változó időjárás. A megyénkben vártnál szerényebb termés is ennek köszönhető. Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár szerint ugyanakkor a gazdák ilyen körülmények között is helytálltak. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen szélsőséges időjárással indult még a tavalyi év vége ősz, illetve a koratavaszi asszály, ami nem nagyon volt példa még eddig, ahhoz képest nagyon jól állnak a szántóföldi kultúráink, utána szerencsénk volt, hogy megfelelő mennyiségű víz érkezett, és azt gondolom, hogy a gazdákat dicséri az, hogy ilyen a klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárás mellett is a hazai gabona szükséglet, sőt, bőven az export szükséglet is megterem Magyarországon. Az államtitkár hozzátette, nem elhanyagolható tény, hogy az agrárium a teljes nemzetgazdasági export egyenlegének több mint felét hozta tavaly. A jelenlegi betakarítási adatok alapján pedig ez idén is sikerülni fog. A minősége legalább nem lesz gond a búzánál. Nem voltak fertőző betegségek, amelyekhez befolyásolhatták volna. Így a betakarított termés kiváló kenyér alapnak szolgál. Tavaly közel 197 ezer vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyháza kereskedelmi szálláshelyein, és további 30 ezret magánszálláshelyeken a megyeszékhelyre látogatók. A turizmus fellendítése szempontjából fontos, hogy milyen városkép fogadja az ideérkezőket. Ezért is nagy jelentőségű a 3 éve tartó zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén elnevezésű beruházás. 2016. június közepén pályázatot nyújtott be Nyíregyháza önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében. A zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén című 1 milliárd 197 millió forintos támogatási szerződést 2016. decemberében írták alá. A fejlesztés során megújult a Bújtosi Városliget, futópályát alakítottak ki, nyilvános mosdót építettek, piknikpadokat és tűzrakóhelyeket telepítettek. Része volt a beruházásnak a Bencz úr és a Besenyei tér teljes park rekonstrukciója, növényfelületek megújítása, térkőburkolattal ellátott pihenőfelületek kialakítása, szociális helység és új szökőkút létesítése. Fejlesztették az Arany János utca növényállományát, és megtörtént a Pazonyi tér park rekonstrukciója is. A projekt utolsó, még el nem készült eleme a Bocskai út 16 szám alatt új épület építése, hasznosítása gazdaság élénkítési céllal. Nyíregyházának ez volt a legnagyobb zöldfelületi megújítása, ugyanakkor a város továbbra is törekszik arra, hogy minden zöldfelület lehetőség szerint megújításra kerüljön, így ugye a mostani fejlesztések mellett is, például kerékpárutak mellett is cserjék, növények, fásítás történik, és ugye
működik a fásítási akció is, melynek során számos területen újabb fák kerültek elültetésre. Nagyon fontos, hogy a városba érkezőket milyen környezet fogadja. A sok zöld felület egy településen különösen vonzó mind a külföldi, mind a belföldi turisták számára, ezért is jelentősek a zöldváros projekt fejlesztései. Ezek a felújítások lehetővé teszik, hogy folyamatos növekedés mutatkozzon a Nyíregyházán eltöltött vendégészakák számában. Csak egy összehasonlítás, még 2009-ben 104 ezer vendégészakát töltöttek Nyíregyházán a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek, addig ez a szám tavaly már 197 ezer volt, és hogyha ezt hozzávesszük még a magánszálláshelyeken eltöltött 30 ezer vendégészakát, akkor bőven meghaladtuk a 200 ezres számot, és ez egy nagyon, nagyon szép szám Nyíregyháza életében. A férőhelyek számának bővítése a turizmus egyik kulcspontja, amely nyáron különösen fontos. Erre Sóstón az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott, ezért egy 4 csillagos, komplex szolgáltatás nyújtó hotel építésébe kezdtek, amely hamarosan megnyitja kapuit a vendégek számára. Egyre többen keresik és hívják a hazakísérő telefonszolgáltatást. Az ingyenes zöld szám hétfőtől szombatig, este 10-től hajnal 4-ig, vasárnap pedig este 10-től hajnal 1 óráig hívható. A másfél éve működő szolgáltatás célja, hogy azoknak nyújtson társaságot és biztonságérzetet egy telefonos beszélgetésen keresztül, akik kénytelenek éjszaka vagy kora hajnalban egyedül útra kelni. Egy késő estig tartó buliból vagy akár éjszakai munkából hazaindulni sokszor veszélyes lehet. Egy ingyenesen hívható telefonszám azonban hazakísérhet bárkit az úton. A hazakísérő telefon 2017. novemberében indult. Molnár Csiki Maren egy hasonló, németországi szolgáltatásról látott egy riportot, ami után úgy döntött, egy ilyenre Magyarországon is szükség lenne. A két mobiltelefonomnak a telefonszámát fölraktam a Facebookra, leírtam, hogy mivel foglalkozom, és ennyi volt. A laptopomon kísértem az utat, ennyi. Először fizettem 3-szor vagy 4-szer, hogy a Facebook tett Facebook reklámot, de igazándiból akkor indult be, amikor az első média megkeresés után, az első rádiós interjú. Abszolút média, és az emberek a szájhagyomány útján terjed a telefonszám. A kuratóriumi elnöknek nincsen korábbi negatív tapasztalata. Egyszerűen úgy gondolta, hogy bárkivel előfordulhat, hogy éjszaka megtámadják az utcán, ezért indította el a szolgáltatást. 3 hónap után megkereste őt egy hazai cég, amely ingyenes zöld számot biztosított. Így a 0680 442 422-es számon díjtalanul lehet keresni a telefonközpontot. Az operátorok először elkérik a hívó telefonszámát, megkérdezik a tartózkodási helyét és az úti célját. Beszélgetés közben a hívásfogadó térképen megnézi ezt a két pontot, útközben pedig többször is megkérdezi, hogy merre jár a telefonáló. A visszajelzések alapján sokan már attól is biztonságban érzik magukat, hogy beszélhetnek valakivel. De vészhelyzet esetén nem az operátorokat érdemes keresni. Bennünket vészhelyzetten nem szabad hívni, mert ez csak időveszteség. Tehát ha valaki biztos abban, hogy veszélyben van, akkor 112-t kell hívni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy időveszteség, ha bennünket hív először. A beszélgetés közben valaki úgy érzi, hogy baj leselkedik rá, akkor megbeszéljük, és akkor eldöntjük a 112-t, hogy legyen. A kuratóriumi elnök hozzátette, az elmúlt időszakban egyre többen keresik őket, hétköznapokon és szombaton is, leginkább este 11 és hajnal 2 között. A szolgáltatás jelenleg hétfőtől szombatig este 10 órától hajnal 4-ig, vasárnaponként pedig este 10-től hajnal 1-ig elérhető. 9 milliárd forint értékben újabb 4 pályázati felhívást tesz közzé a kormány a Magyar Falu programban, közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 2 pályázati felhívást egyházi és önkormányzati fenntartású temetők fejlesztésére írtak ki, erre a célra 3 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Emellett szintén 3-3 milliárd forint értékben pályázhatnak települések, óvoda udvarok fejlesztésére, illetve közterület karbantartási eszközök beszerzésére. Az augusztusban induló 4 felhívásra az 5000 lélekszám alatti kis települések pályázatait várják, a temetők fejlesztése esetében pedig a helyi egyházközségek is pályázhatnak.
Magyarországon mintegy 800 ezer ember alkoholbeteg, tehát szinte minden családra jut egy érintett, mondta el Zaher Gábor, toxikológus. A szakember szerint tiszta szeszben kifejezve, ami 96%-os alkoholt jelent, fejenként átlagosan 14 litert isznak meg a magyarok egy évben, és évente 30 ezeren halnak meg valamilyen alkohol okozta megbetegedésben, írja a hiradó.hu. Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. Mindössze 20 ezer kábítószer függő van. Kábítószer okozta megbetegedésben pedig évente 40-en halnak meg, ismertette a szakember. Úgy gondolja, ez azért van, mert a kábítószerről többet beszélnek, az alkohol problémákról viszont alig. Javaslata szerint Magyarországon ki kellene alakítani egy alkoholfogyasztással kapcsolatos stratégiát, amelyet felmérés előzne meg, és jövőképet is adnának a probléma megoldására. Zaher Gábor kitért arra is, Európában sok új kábítószer jelenik meg. Az Európai Drogmonitorozási Központ tavaly 55, 2017-ben 51, 2016-ban 80, előtte pedig 100 új szert regisztrált. Ezek jelentős része Kínából érkezik, tette hozzá a szakember. Míg múlt héten a benzin és a gázolaj ára is csökkent, most drágulás érkezik a benzinkutakra, de csak az egyik üzemanyagnál. A holtankoljak.hu információi szerint szerdán 4 forinttal emeli a dízel árát a MOL, ezzel a literenkénti átlagára 399 forintra módosul, míg a 95-ös benziné marad a 391 forintos szinten. Közben pörögnek a benzinkutak fogyasztás mérői, mint a Világgazdaság írja, a hazai töltőállomásokon 5,3%-kal több tankolni való fogyott az év első felében, mint egy éve. Az ország összes benzinkútján áll a NAV adatai szerint 2,66 milliárd liter benzin és gázolaj fogyott 2019 első 6 hónapjában. Az internet buktatta le azt a nyírturai fiatalembert, aki július 28-án a korahajnali órákban betört az egyik helyi családi házba. A férfi átmászott az ingatlan kerítésén, azonban az otthon tartózkodó sértett, a kutyák ugatására kiment az udvarra, ezzel megzavarta az elkövetőt, aki megijedt és elszaladt a helyszínről. Csak hogy bekapcsolt telefonját menekülés közben elhagyta, melyet a kiérkező rendőrök megtaláltak. Nem volt nehéz azonosítani az elkövetőt, ugyanis a telefonon éppen futott az egyik legismertebb közösségi oldal, azaz a rendőrök egyszerűen csak elolvasták a gyanúsított személyes profiljában szereplő adatokat, majd rövid időn belül el is fogták. Az őrizetbe vett gyanúsítottat az ügyészség 72 órán belül soron kívül bíróság elé állítja, tekintettel arra, hogy már többször követett el lopásokat, illetve jelenleg is egy korábbi börtönbüntetéséből feltételesen volt szabadlábra helyezve, a nyíregyházi járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását fogja vele szemben indítványozni. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában az utánpótláskorú játékosok mellett ott van Farkasinszki Orsolya is, aki később dönt arról, hogy folytatja pályafutását. Az NKS augusztus végén ismét megrendezi több korosztályt érintő felkészülési tornáját. Az elmúlt szezon követően még június végéig edzésben maradtak a nyíregyházi kosársuli játékosai, július második felében pedig egy hetes bentlakásos edzőtáborral hangoltak a felkészülésre az NKS fiataljai. A munka hétfőn kezdődött el a Szent Imre gimnázium csarnokában, ahol napi 2 edzés vezényel a játékosoknak Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató és Farkasinszki Gábor elönléti edző. Utóbbi egész nyáron a korosztályos válogatottaknál is tevékenykedik, amikor pedig ideje engedi, a nyíregyházi lányokat igyekszik felkészíteni a következő szezonra. Az augusztus végi tornák miatt egy kicsit azért intenzívebb ilyenkor a munka, leginkább az állóképesség visszaszerzése, hogy ez a két hónapos kiesés miatt az elsődleges célunk, de mellett azért próbáljuk nagyon hamar már a labdát is beépíteni, mert hát azért ezek a játékosok mégiscsak a labdával szocializálódtak, ugye sokkal szívesebben labdáznak. Ez a felnövekvő generációnk az, akivel már idekorán sikerült egy 5 évvel ezelőtt elkezdenünk ugye a közös munkát, így ők azért ebbe nőttek bele. Szerencsére azt mondom, hogy nagyon vevők rá, sokan vannak, akik azért ilyenkor örülnek is, hogy végre ebből a 2 hónap semmittevésből elkezdhetnek valami mozgást végre csinálni. A junior és sérülőkorú játékosok között ott van Farkasinszki Orsolya is, aki sérülése után ismét elkezdte az edzéseket, bár még nem döntött arról, hogy folytatja a játékos pályafutását. Jelenleg megpróbálok ugye edzeni, a sérülésemből próbáljuk megnézni azt, hogy mi az, amit lehet és mi az, amit nem. Tehát semmi biztos nincs, az sem, hogy játszok, az sem, hogy nem. Ez a tipikus soha nem mondhat soha.
Jelenleg ugye most kezdtük a mai nappal az alapozást, úgyhogy meglátjuk, hogy mi is meddig megy, hogy történik, aztán utána okosabbak leszünk nyilván. Kevesen vannak a felnőttek, és ugye alapvetően most is végzőseink vannak, akikre ugye az érettségi és a korsáda mellett meg a faktok tanulmányi kötelezettségeik vannak. Meglátjuk ugye, hogy a tavalyak közül akár Anna, akár Vivien, akár a Fekete Dóri, és nyilván akár én is, hogy fogjuk tudni esetleg ezt vállalni. Nyilván Bíró Petra ugye sérülésből épülő is fel. Úgyhogy nagyon képlékeny még a dolog, nyilván elkezdtük a munkát, nekivágunk. Tehát volt már nehéz sorsa azért ennek az egyesületnek, akár az NB1-es csapatnak is, de én azt gondolom, hogy mindig megpróbál tisztesen helytállni, és az idő sem lesz másként. A nyíregyházi kosársuli augusztus végén ismét megrendezi felkészülési tornáját, amelyen a felnőtt csapat mellett a junior, kadett és serdülő együttes is pályára lép majd hazai és külföldi riválisok ellen. Gyakorlatilag változatlan játékos kerettel, egy új futballistával a soraiban készül a megyei első osztályú bajnokságra a címvédő Nagyecsed. Az Ádámszky Róbert által irányított együttes célja a legjobb hat közé kerülés, a Magyar Kupában pedig szeretne feljutni az országos főtáblára a Nagyecsed. A Nagyecsed csapatát az elmúlt években az állandóság jellemezte, Ádámszky Róbert már jó ideje irányítja az együttes, és a játékos keretet tekintve is minimális a mozgás. A bajnoki cím megnyerése után a magasabb osztályt nem vállalta az Ecsed, a megyei első osztály következő szezonjának pedig gyakorlatilag változatlan létszámú és összetételű kerettel vág neki a címvédő. Egy játékos távozott, helyére a Molvidi FC U19-es csapatától érkezett egy korábban Máté Szalkán is játszó futballista. Nem igazolunk agyba főbe, egy ember távozott a Rosser Robert, és most az utolsó pillanatban Pap Csabát tudtuk igazolni a videóton utánpótlásból. Július 9-én kezdtünk, heti 3-4 edzés és 2 edzőmérkőzésre készülünk. 15-16-an, most már egy 16-an leszünk, az ebbe az osztályban maximálisan elég. Én nem is értem, hogy 20 ember van, hogy ott milyen konkurencia lehet, így én úgy gondolom, hogy kellő versenyhelyzet alakul ki a csapaton belül. A következő szezonban az első hat hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célként Nagyecseden. A legutóbbi felkészülési meccsen Nyíradonyban nyert 5-3 Ádámszky Róbert együttese. A játékos edző sérülése után már elkezdte a tréningeket, így a bajnokságban a pályán is láthatják majd a szurkolók a többszörös gólkirályt. Én még szeretek focizni, tehát én azért csinálom, mert szeretem, nem külön motivációért. Tehát ugyanúgy, mint Ricsi velem van, homma Ricsi, ő is a makeszte, de biztos, hogy ki se tudnám adni, hogyha akarnám sem. A Nagyecsed szombaton a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első körében a Nyír Gyulajt fogadja, egy héttel később a bajnokság nyitófordulójában pedig Baktól Loránd házán lép pályára Ádámszky Róbert együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Leginkább a repce sínylette meg az elmúlt hónapok időjárását, de több kalászosnál is a vártnál gyengébb lesz a termés megyénkben. A búza szinte egészét már betakarították, ennek minőségével nem volt gond, mivel nem voltak fertőző betegségek, így jó kenyér készülhet belőle. A mezőgazdaság a teljes nemzetgazdaság export egyenlegének több mint felét hozta tavaly, a jelenlegi betakarítási adatok alapján pedig ez idén is sikerülni fog. Tavaly közel 197 ezer vendég éjszakát töltöttek el Nyíregyháza kereskedelmi szálláshelyein és további 30 ezret magánszálláshelyeken. A turizmus fellendítése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy milyen városkép fogadja az ideérkezőket. Ezért is fontos a 3 éve tartó, több mint 1 milliárd forintos zöld város kialakítása Nyíregyháza területén elnevezésű beruházás. Egyre többen keresik és hívják a hazakísérő telefonszolgáltatást. Az ingyenes zöld szám hétfőtől szombatig este 10-től hajnal 4-ig, vasárnap pedig este 10-től hajnal 1 óráig hívható. A másfél éve működő szolgáltatás célja, hogy azoknak nyújtson társaságot és biztonságérzetet egy telefonos beszélgetésen keresztül, akik kénytelenek éjszaka vagy kora hajnalban egyedül útra kelni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 30-án kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! We'll be right back.
Kedden este erőteljes gomoly felhő képződés várható. Kezdetben elszórtan, majd az éjszaka második felétől már egyre kevesebb helyen valószínű zápor, zivatar, melyet néhol felhőszakadás és jégeső is kísérhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Szerdán több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre és megnövekvő fátyol felhőzetre számíthatunk. Zápor, zivatar több helyen is valószínű, néhol felhőszakadás vagy akár jégeső is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. A folytatásban napsütésre és elszórtan záporra, zivatarra számíthatunk. Pénteken azonban átmenetileg nedvesebb, labilisabb levegő áramlik felénk, a hétvégére viszont ismét naposabbra fordul az időjárásunk.